Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt. Elhoztam nektek a halloweeni gyilkosságok videónak a következő részét, ami egy eléggé durva történet. Tehát én csak magamat tudom ismételni abban, hogy kezdek rájönni arra, hogy tényleg annyi kegyetlen ember él a világon, akik annyira önzőek is, és csak a saját dolguk érdekli, hogy egyszerűen döbbenetes. Azt szeretném elmondani nektek, hogy ez egy nagyon-nagyon megrázó sztori lesz, szóval ha valaki érzékeny az ilyen témára, az ne nézze tovább a videót, ugyanis tényleg nagyon kegyetlen és nagyon szívbe markoló történet, de ha mégis végignézed, akkor hidd el, hogy nagyon meg fog viselni lelkileg, mert engem is eléggé megviselt. Ezt a történetet sem találtam meg magyarul, szóval ezt is csak angolul, így nagyon sok részlet hiányzik belőle, tehát így sem tudok mesélni mondjuk az elkövető gyerekkoráról, vagy az áldozat gyerekkoráról, de megint igyekeztem minden fontos dolgot összeszedni. De akkor nem is húznám tovább az időt, akkor kezdjünk is bele. John Douglas White egy plébános volt a Michigan állambeli Deerfield Township városában, a Christ Community Fellowship templomban. Mindenkivel kedves volt, és az emberek is nagyon jó véleménnyel voltak róla, és soha senki nem vette észre, hogy Isten embere, John Douglas White plébános valójában egy áruhába bújt démon. Nem sokára el is mondom, hogy miért. Az atya szeretett erotikus filmeket nézni, de nem akármilyet, hanem elég durva pornográf felvételeket, amikben nem volt hiány az erőszakból, illetve előszeretettel nézett nekrofíliával kapcsolatos filmeket is, ezt a vágyát pedig valóra akarta váltani. Azonban John White megtanulta, hogy hogyan is rejtse el a valódi személyiségét, így senki sem jött rá, milyen ember is ő valójában. Hogy milyen beteg fantáziálások töltötték ki az elméjét, vagy éppen arra a tervére, amit két hét alatt idézőjelben kidolgozott. Mint Halloween idején mindenki, a 24 éves Rebecca G. is az utolsó simításokat végezte a házán, hogy igazán rémisztő legyen. 3 éves kisfia Conway is segített neki ebben persze. A kisfiú édesapjával már nem éltek együtt, de igazán jó kapcsolatot ápoltak, ugyanis békésen váltak el egymástól. Rebeccát a családja vidámnak, mosolygósnak, magabiztosnak és boldog embernek írta le. Édesanyja gyakran mondogatta, hogy ő a család szíve és lelke, Rebecca nővére, Deborah ezzel abszolút egyet is értett. Szóval, miután kisfiával végeztek a ház díszítésén, megvacsoráztak, majd Rebecca lefektette Conway-t, majd ő is aludni tért. Rebeccának egyébként volt egy 2 éves kapcsolata egy Aaron Quinn nevű férfival, akivel nagyon boldogok voltak. Folyamatosan a jövőjükről és a közös gyermekeikről beszéltek, ezért Aaron elhatározta magát, és másnap meg akarta kérni Rebecca kezét a családja előtt. Sajnos azonban ez csak egy álom maradt. Rebecca hajnali 2 óra körül zajra ébredt, és mikor kilépett a folyosóra, valaki leütötte és lesújtott a fejére egy gumikalapáccsal. Megpróbált védekezni, de az ütések miatt teljesen elvesztette az állóképességét, szinte mozogni is alig tudott. Most már azért küzdött igazából, hogy nyitva tudja tartani a szemeit, amik valószínű kikerekedtek, mikor felismerte támadóját, és ezt mondta neki. Tudom, ki vagy. A férfi azonnyomban Rebecca nyaka köré tekert egy nyakendőt, és addig szorította, amíg Rebecca már nem lélegzett. Sajnos a nőnek esélye sem volt, hogy elmondja, ki is volt a támadója, azonban az igazság sokkoló és megdöbbentő volt Rebecca gyilkosáról. Az elkövető nem volt más, mint John Douglas White, aki nem csak a város lelkésze volt, hanem Rebecca édesanyjának a vőlegénye is, aki nagyon sokat vigyázott a 3 éves Conway-re, Rebecca kisfiára. A gyilkosság után John eléggé sietősre vette a dolgot, ugyanis elmondása szerint régóta fantáziált erről a pillanatról, és
élvezni akarta minden percét, ezért levetkőztette a nőt, majd közösült a holttesttel. Ezután Rebecca testét egy nagy szemetes zsákba tette, a takarításra használt véres rongyokkal együtt, majd a kocsi a csomagtartójába gyömöszölte a zsákot. Rebecca testét egy félreeső, csendes, erdős részre vitte a városon kívül. Ezután Rebecca autójával a The Barn Door nevű kocsma elé hajtott, és ott hagyta, hogy a rendőrség majd azt feltételezze, hogy a lányt elrabolták. Rebecca telefonját, kulcsait és a táskáját pedig egy közeli szemetesbe dobta. Mindezek után visszament Rebecca házába, ugyanis, mint elmondta, nem akart, hogy a 3 éves Conway egyedül legyen, mikor felébred. Játszott a kisfiúval, reggelit készített neki, még a halloweeni jelmezét is segített neki felvenni, majd elvitte Conway-t az édesapjához. John White hamarosan egy telefonhívást kapott, amire igazából már számított is. Rebecca édesanyja volt a Sally, aki sírva mondta el White-nak, hogy a lánya nem ment be dolgozni, ezért értesítette a rendőrséget. A lány eltűnésének híre nagyon gyorsan terjedt, és sokan össze is gyűltek a város aprócska templomában, és a következő 20 órában, amíg a rendőrök Rebeccát keresték, John imákkal segítette az összegyűlteket, tudva, hogy imáikra sosem kapnak választ. Azonban az egyik rendőrnek valami nagyon gyanús volt John White-ban. Nem tudta 100%-ig biztosan, hogy mi is az, ami felkeltette benne a gyanút, gondolom ezt hívják zsaruszimatnak, de végül úgy döntött, hogy elviszi kihallgatásra a lelkészt, aki erősködött, hogy nem tud segíteni. Viszont hamarosan kiderült az igazság, ami elvezette a rendőröket Rebecca holttestéhez. John White-ot gyilkossággal vádolták. Sally, Rebecca édesanyja teljesen ledöbbent azon, hogy a lányát milyen kegyetlenséggel gyilkolták meg, de az a tény, hogy mindezt a vőlegénye tette, teljesen sokkolta. Rebecca temetésére körülbelül 200 ember ment el, a lány unokahúga, a 11 éves Ariana Corti a következőket mondta, idézem. Becca néni nagyon jó példakép volt számomra. Megtanított arra, hogy akkor is lássam meg a jót, amikor valami rossz történik. Mikor elérkezett a tárgyalás napja, Rebecca családja is összegyűlt a tárgyalóteremben, és mindannyian egyenpólót viseltek, amin az a felirat volt olvasható, hogy szeretünk Becca, sosem felejtünk el. A tárgyaláson Sally, Rebecca édesanyja is felszólalt, és rá sem nézett az egykori vőlegényére, aki bilincsben és sárga börtönruhában ült a tárgyalóteremben, hanem inkább közvetlenül a bíróhoz beszélt. Ezt idézném is, hogy mit mondott. Ma itt állok, hogy Rebecca hangja legyek, hiszen az ő hangját valaki elvette. Valaki, aki nem kegyelmezett Rebeccának, valaki, aki most a bíróság irgalmának van kitéve. John White egyáltalán nem tűnt idegesnek, mikor Sally szavait hallgatta, inkább úgy nézett körbe a teremben, mint aki unatkozik. A bíró végül 56 évnyi szabadságvesztése ítélte 2013. április 18-án. Azt elfelejtettem mondani, hogy a gyilkosság az 2012. október 31-én történt. Azonban a büntetéséből mindössze 4 hónapot töltött le, mivel 2013. augusztus 28-án felakasztotta magát a cellájában. Annyira szomorú volt ez a történet számomra belegondolni abba, hogy álmok törnek össze pillanatok alatt egy önző és gonosz ember miatt. Egyszerűen számomra felfoghatatlan. De azért remélem, hogy ez a rész is tetszett nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézted. Ha nem szeretnél lemaradni a többi videómról sem, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis harangombot. Legyen csidi csoda, szép napotok, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!